11 játékos, a 12. még repülőgépen ült, és a megújult szakmai stáb várta péntek délelőtt a sajtóképviselőit a Continental Arénában. A legutóbbi is nyíregyházi színekben szereplő Larisa Vasiljeva, Varga Eliza, Genesis Francesco, Tóth Fruzsina, Tóth Dalma, Pintér Andrea és László Alexandra mellett Szina Fus, Zuzia Szábric, Neira Ortiz, Nikola Radosova és Lakom Zsófia számít új szerzeménynek. Németh Szabolcs vezetőedző örül annak, hogy teljes kerettel vághatnak neki a 11 hetes felkészülésnek. Tavaly március óta ezek a játékosok lényegében nem végeztek olyasfajta aktivitást, ami ugye röplabdát érinti. Mindenki dolgozott profi játékosokról lévén szó, otthon figyelt oda magára, mind akár a fizikai felkészülést tényleg kordába tartották magukat, de ez teljesen más, mint amikor a röplabdából, vagy röplabdába kell formába hozni őket. Ezért döntöttünk egy picit a hosszabb felkészülés mellett, hogy tényleg formába tudjuk őket hozni. Innentől kezdve ez pedig már a mi munkánk lesz, hogy ezek a játékosok októberre olyan formába kerüljenek, hogy tényleg egy röplabdát tudjanak majd játszani. 11 hetes felkészülést, ezt elkezdtük már tegnap, úgymond egy orvosi vizsgálatokkal szakmai stábban, azon része felmérte a játékosokat, milyen állapotban vannak ez a hosszú időszak után, ami még majd ma folytatódik orvosi vizsgálatokkal. Így kapunk egy tiszta képet, hogy kit mennyire lehet terhelni egy ilyen hosszú időszak után. Minden játékos más munkát végzett. Hétfőtől kezdünk napi két edzéssel készülni, amit fokozatosan eleinte az első két hétben inkább fizikai és technikai képzések lesznek, és akkor azt követően próbáljuk majd a játékszisztémát összetenni. Az egyik új szerzemény, Lakom Zsófia, 9 év franciaországi szereplés után tavaly Újpesten játszott, onnan tette el székhelyét Nyíregyházára. A 43-szoros válogatott röplabdázó elmondta, hogy a következő heteket tekintve mivel lenne elégedett. Első körben most itt július 17-én azzal, hogyha együtt 12 játékos el tudja kezdeni a szezont, és megismerjük egymást, és egy jó kis csapat alakul ki. Utána augusztusban, tehát mindig lépésről lépésre, én úgy gondolom, és szerintem a Szabiék is, illetve a szakmai stáb is ezt próbálta közvetíteni, hogy most jelen pillanatban nehéz még megmondani azt, hogy hányadik helyen mit szeretnénk, vagy mire leszünk képesek, ez nem feltétlenül fedi egymást. Van olyan csapat, ahol még nem teljes a keret, vagy hát nem tudjuk pontosan, hogy milyen játékosok lesznek. Én úgy gondolom, hogy ezt a felkészülést most nagyon jól meg kell csinálni, pláne ilyen hosszú szünet után tényleg okosan és progresszívan belevetve magunkat a munkába, fel kell a maximumot kihozva magunkból októberig. A Fátum Nyíregyháza három frontos küzdelemre készül, Németh Szabolcs együttese a Magyar Bajnokság és a Magyar Kupa mellett a nemzetközi porondon, a CEF kupában is pályára lép ősszel.